Kedves gyerekek, üdvözöllek benneteket a mai magyar nyelvtanórán. A mai óránk témája az ige jelen ideje. Kezdjük egy kis tavaszi mondókával. Nagyon szeretem a tavaszt, süt a nap, rügybimbó fakad, a tavasznak nincsen párja, langyos eső hullatájra. És most tavasz van, most szeretem, süt, fakad, nincsen, hull. Ezek az igék mind jelen időben szerepelnek a mondókában. Ismételjünk egy kicsit. Emlékszel rá, hogy az ige cselekvést, történést, létezést, állapotot fejez ki. Ezért is használjuk az igéket olyan gyakran, hiszen szinte mindennel, amit mondunk, másoknak cselekvésekről, történésekről, létezésről, állapotokról számolunk be. Szavaink körülbelül egynegyedét az igék teszik ki. Legjellemzőbb kérdései: mit csinál? Mi történik? Na segítsünk a méhecskének, hogy hová szálljon, mit fejez ki ez az ige, hogy ad? Cselekvést fejez ki, bizony nagyon ügyes ez a méhecske. Nézzük, mit fejez ki ez a szó, hogy recsen. Cselekvést, történést vagy létezést? Történést fejez ki. Remek. Nagyszerű. Mit fejez ki ez a szó, hogy élnek? Cselekvés, történés vagy létezés? Létezést fejez ki. Nagyon jó. Mit fejez ki ez az ige, hogy nevetünk? Történés, létezés vagy cselekvés? Cselekvés. Remek munka. A cselekvés ideje szempontjából az ige alak lehet jelen idejű, amikor a cselekvés a jelenben történik, jelen nincsen. Múlt idejű, amikor a cselekvés a múltban zajlott, a múlt idő jele 1T vagy 2T, és jövő idejű, amikor a cselekvés a jövőben fog történni. Ezek tehát az igeidők. A mai órán a jelen idejű igékkel foglalkozunk. Ismételjük meg egy kicsit még, mit tanultunk az igeragozásról. Ők rajzolnak, többes szám, harmadik személy. Folytatod. Te folytatod. Egyes szem, második személy. Befejeztük. Mi befejeztük. Többes szem, első személy. Nagyon jó. Varázsház az idők háza. Hová nem kell varázspálca? Csak három szó: volt, van, lesz. Ezzel a három szóval tudjuk kifejezni az igének az idejét. Például volt, tegnap sütött a nap. Van, ma süt a nap. Lesz, holnap is sütni fog. Hát a mai óránk témája az idő. Egy-egy cselekvésről meg lehet állapítani nem csak azt, hogy kik vagy ki végzi, hanem azt is, hogy mikor végzi ezt a cselekvést. A jelenben, a múltban vagy a jövőben. Tehát ma a jelen idejével fogunk foglalkozni az igének. Jelen idő. Soroljuk fel az évszakokat. Most milyen évszak van? Tavasz. Minden, amit most csinálunk, a jelenben történik. Ez a jelen idő. Milyen évszak előzte meg a tavaszt? Tél. Ez a múltban volt, ezért múlt idő a neve. Milyen évszak fog következni a tavasz után? A nyár. Ez a jövőben lesz. Jövő idő a neve. Tavasszal sétálok a természetben. Ez most van. Most nyissátok ki a tankönyvet a 111. oldalon, és olvassuk el a zivatarról szóló mondókát. Tomi Panka zivatarban, behúzódnak a bokorba, dörög-zörög zeng az ég, itt van, dúdol már a szél, lezúdul a zúgó vihar, lassan múlik a zivatar, kilocsan a duzzadt patak, földes partja majd leszakad. Keressük meg az igéket. Mit csinálnak? Behúzódnak. Mi történik? Dörög-zörög. Mi történik? Zeng. Van, ugye létezést fejez ki. Dúdol. Mit csinál? Lezódul. Mi történik? Múlik. Kilocsan. Mi történik? És leszakad. Mi történik? Ezek az igék mind jelen időben szerepelnek a versben. Éppen most.
A jelen idejű igék azt mutatják meg, hogy a cselekvés történés most megy végbe. A jelen időnek nincs jele. Nézzük meg a tankönyvünk második gyakorlatát. Keresd meg és írd ki az igék közül csak a jelen idejűeket. Állítsd meg nyugodtan a videót, írd ki, aztán pedig ellenőrizzük. Ha elkészültél, akkor folytatjuk. Jöhet az ellenőrzés. Marad, esztek, zümmög, guggolok, esik, látsz, építünk, lapozgatunk, zuhog. Tehát a cselekvés a jelenben történik. Nézzük a harmadik gyakorlatot. Másod le a következő versből az igéket, minden igét csak egyszer írd le. Állítsd meg nyugodtan a videót, keresd ki a versből az igéket, aztán pedig ellenőrizzük. Jöhet az ellenőrzés? Gyárt, köszörül, kitalál, nézegeti, áll, épít, kalapál, kiabál. Nagyon ügyesek vagytok. Jegyezzétek meg a szabályt, soha ne felejtsétek el, hogy a jelen idejű igék azt mutatják, hogy a cselekvés történés létezés most megy végbe. A jelen időnek nincs jele. Nézzük meg a nyolcadik feladatot, ahol az igék helyes írását gyakoroljuk. Hová kerül rövid, vagyis pontosi, és hová kerül hosszú? Másold le az igéket, állítsd meg a videót, utána pedig ellenőrizd, hogy helyesen írtad el-e. Nézzük, jöhet az ellenőrzés. Nyílik, birkózik, írta, virít, szív, bír, csípett, hív, hízik, írkál, sirat, dicsér, sír, kísér, ígér, ítél. Nagyon ügyesek vagytok, remélem, hogy hibátlanul írtátok le. Most pedig egy kis válogató munka következik, csak a jelen idejű igéket írt ki. Újra csak állítsd meg a videót, és amikor leírtad az igéket, a kiírt szavak kezdőbetűjét olvasd össze, és hogyha jól dolgoztál, akkor valami érdekeset fogsz kapni. Ellenőrizzük le. Ha ez jött ki, hogy lélegzem, akkor helyesen dolgoztál. Remek munka. Ez is jelen idejű ide. Nézzük most meg a nagy tankönyvünket, a 88. oldalon, a harmadik gyakorlatot, alkoss mondatláncot. Válasz ki minden oszlopból egy egymással értelmileg összetartozó szót, és írd le az így alkotott mondatokat a füzetedbe. Például apu hétköznapokon az irodában dolgozik. Jó munkát kívánok! Most pedig egy picit mozgasd meg magad, mozoghatsz arra a dalocskára, amelyik itt van benne a munkafüzetedbe. Emlékszel erre a kis népköltésre? Ha kiegészíted az igékkel, akkor rájössz, melyik dalocska az. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskot varni megy, a harmadik kinnapadon a dudáját fújja nagyon, de szép hangja van. Dan-a-dan-a-dan. Ugye, hogy eszetekbe jutott? Válasszátok ki a jelenlegi igét a mondókából. Esik eső, süt a nap, paprika Jancsi mosogat, hát az öreg mit csinál, hasra fekszik, úgy pipál. Esik, süt, mosogat, fekszik. Ti is segíthettek a szüleiteknek mosogatni és a házi munkában. A pipázás pedig mellőzzétek, mert az rossz tulajdonság. Szorgalmi feladatként a munkafüzetből a 76. oldalon a negyedik feladatot, és a 76. oldalon az összeset is megcsinálhatod, hiszen szorgalmi ceruzával dolgoz. És kapsz egy játékot is a Learning Apps-on, vadászhatsz, ha megkeresed a jelen idejű igéket, akkor könnyebben ki fogod majd tudni tölteni a munkafüzet feladatát, hogy milyen napi rended is van. Reggelizzik, fésülködik, felkel, zuhanyzik. Foglaljuk össze, mit tanultunk ma.
Ha a cselekvés történés a jelenben éppen most zajlik, illetve mostanában vagy általában igaz, legtöbbször jelen idejű igealakkal fejezzük ki. Például most a barátommal játszom, anyu éppen vacsorát főz, illetve gyakran futok reggelenként, póknak 8 lába van. Külön toldaléka nincs a jelen idejű igealaknak. Mit csinálsz most? Mondjuk tanulok. Mit csinál a testvéred? Ír. Mit csinálnak a szüleid? Dolgoznak. Tehát ez jelen idő. Mi történik, vagy mit csinálnak most? A múlt időt és a jövő időt majd a következő órákon fogjuk még külön venni. Tehát hány ideje van az igének? 3. Melyikkel foglalkoztunk a mai órán? A jelen idővel. Nagyon ügyes vagy, csak így tovább. Köszönöm, hogy figyeltél, és körülbelül így fog kinézni a füzeted, ezek legyenek beírva, nagyon szépen dolgozz, tudom, hogy ügyes leszel. A viszontlátás!